Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben SAK 2017. szeptemberi adásában. Gunyec Zoltán műsorvezető vagyok. Sajnos nem tudom azt mondani, hogy mellettem ül állandó műsorvezető társam, Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Péter ugyanis egyéb, sokkal kapcsolatos tevékenysége, kötelezettsége miatt külföldön tartózkodik, így magam vagyok kénytelen beszámolni a nyáron a Szabolcs megyében történt nagy sakfesztiválról hiszen a Megyei Sakszövetség idén 36. alkalommal rendezte meg a Nyírségi Torna Nemzetközi Sakversenyt. Valamikor régen a 70-es években úgynevezett vegyes mesterversenyek voltak divatban, ami azt jelentette, hogy egy körversenyt szervezett a versenyszervező, Ahová meghívta a mezőny egyik felét képező mestereket, míg általában a helybeli mesterjelölteknek biztosított még emellett lehetőséget, hogy a vegyes-mesterversenyen játszanak. Tehát a vegyes-mesterverseny úgy nézett ki, hogy a mezőny fele mesterből állt, a másik fele mesterjelöltből, ők egymással körmérkőzést játszottak, és eldöntötték a bajnoki és egyéb díjas helyeket. Valamikor régen, a 70-es évek végén, 80-as évek elején ö, rájöttek a versenyszervezők arra, hogy a sak annyira népszerűvé és elismerté vált, hogy nem csupán a mesterjelölteknek és a mestereknek kell megengedni, hogy ilyen nívós versenyeken játszanak, hanem úgynevezett nyílt versenyeket kell szervezni, amelyeken fiatalabbak, idősebbek, nem csupán mesterek játszhatnak. Ezen tapasztalatok alapján először 1982-ben tért át a szabolcs szatmár bereg megyei sakszövetség a vegyesmester versenyről a nagy nyílt nemzetközi versenyre, ahol a versenyt több csoportban szervezte meg. Magyar értékszámosok, nemzetközi értékszámosok is jogosultak voltak különböző korcsoportokban korcsoport, egymással tusakodni a díjas helyekért, és ezen már nem körmérkőzésre került sor, hiszen több tucat sakkozó, sakkozott különböző csoportokban, hanem úgynevezett svájci rendszerben került sor a verseny lebonyolítására. Ezen svájci rendszerű lebonyolítás változatlan az utóbbi 35 évben tulajdonképpen, idén 36. alkalommal sikerült megrendezni ezen versenyt, egy pár éve bővítettük a csoportokat, most már ABC csoportokban küzdenek egymással a nemzetközi értékszámmal rendelkező sakkozók, míg a D csoport, a gyermekek csoportja pedig 16 évet be nem töltött sakharcosok számára van megrendezve, akik nem rendelkeznek még nemzetközi értékszámmal. Tehát ez a kezdő a gyermekeknek a, az utánpótlásnak a, a csoportja. Természetesen a D csoport nem jelenti azt, hogy az ifjúságiak ott is csak is ott játszhatnak, hiszen az ABC csoportban egyaránt a mezőnynek több mint a fele volt ifjúsági sakkozó. Mondhatjuk tehát azt, hogy Szabolcs megye legnagyobb, és az ország egyik legnagyobb versenyén a nyírségi tornán a mezőnynek több mint a fele mindig ifjúsági sakkozó, tehát a fiatalság előretörésének vagyunk az utóbbi évtizedekben a szemtanúi. A fiatalság előretörése nem csupán a, a, versenyzők létszámában tükröződik, hanem a verseny végeredményében is. Valamikor, 20 évvel ezelőtt az volt az általános, hogy az ex-szovjet sakkozók, tehát a volt Szovjetunió területéről jövő sakkozók taroltak Magyarországon és Közép- és Nyugat-Európában a versenyeken egyaránt, és ők vitték el a bajnoki és díjas helyeket. Ez általában jellemző volt a nyírségi tornára is, bár volt, amikor szerb sakkozó vitt el az első díjat a mestercsoportban. Ez mára megváltozott. A 2017. augusztus 25 és 31 között megrendezett 36. nyírségi tornán a fiatalság előretörésének, a fiatalság diadalának voltunk a szemtanúi. Mint említettem, négy különböző csoportban ö, versenyeztek a sakkozók, a D csoportban, a gyermekek csoportjában természetes, hogy a gyermekek győztek, de a fiatalok vitték el a bajnoki címet mind a mesterek csoportjában, mind a B, mind a C csoportban. Nézzük tehát akkor részletesen a versenyt. Eszményi körülmények között sikerült megrendezni a nyírségi tornát, 36. alkalommal a Continental Arénában ö, ö, bonyolítottuk le a versenyt, Külön köszönet az arénának, hogy ilyen kiváló versenyhelyiséget biztosított a sakkozóknak, légkondicionált, kellően megvilágított, minden tekintetben kellemes versenyterem. Volt a helyszíne a nyírségi tornának. A torna mezőnyek kisé megcsappant tavalyhoz képest, ami igazából annak tudható be, hogy most már nem júliusban, hanem augusztusban rendeztük meg a versenyt, augusztus végén egybekötve a Vidor fesztivállal, ami azt jelentette, hogy a sakkozók a délelőtti partik után ö, a... a sóstói strandon pihenhették ki a parti fáradalmait, meglátogathatták rendkívül kedvezményesen a vadasparkot is, és az esti órákban, délutáni órákban pedig a Vidor Fesztivál különböző rendezvényein élvezhették a magyar kultúra és a nemzetközi kultúra színejavát, világsztárokat tekinthettek meg. Sztárok nem csak a színpadon voltak, hanem a saktáblán is, különösen az ácsoportban. Az A azaz a mesterek csoportjában ö, több mester is nevezett, ö, válasz kellett arra a kérdésre kapnunk, hogy idén is ö, ukrán sikernek leszünk-e a szemtanúi a mesterek csoportjában, vagy pedig magyar fiatal emberek ö, viszik el a pálmát. Ukrajna igen erős mezőnnyel képviseltette magát, hiszen itt játszott, a közismert Rizsa, azaz dr. Vladimir Rizsonkov, egy nyugdíjas orvos, aki igen sokszor ért már el kiváló helyezést a nyírségi tornán a mesterek csoportjában, és itt volt természetesen az örök jelenlévő Vasilij Prokopisin fidemester, egy ungvári fidemester, aki nyerte már legalább pár alkalommal a nyírségi tornát, először, ha jól, jól emlékszem, éppen 25 éve. Prokop is én mesterről tudni kell, hogy hát félig meddig azért beszél magyarul is, ö, gyakori vendég a magyarországi sakversenyeken, ö, rendkívül rutinos és nagy tudású sakkozó, tanítványai közül már ketten lettek nemzetközi nagymesterek. Tehát egy szakmai nehézsúlyú sakkozóról van szó, a nehézsúly természetesen a termetére is irányadó. Prokop mester tehát egy pozíciós, stílusú, igen erős sakkozó volt, a másik éllovas, a másik eljátékos pedig egy fiatal szegedi egyetemista volt, a 20-as évei elején járó Csiri Kandrás, aki először jött el a nyírségi tornára. Kettejük ö, ö, között volt várható, hogy eldől a bajnoki címnek a sorsa, de voltak más fiatalok is, akik beleszólhattak az elsőség kérdésébe, bár ez a két mester azt hiszem kimagaslott a mezőnyből. Nos, kettejük versenyfutása hamar véget ért, hiszen a verseny negyedik fordulójában találkoztak. A partit nem sokára be is szeretném mutatni, a bemutatáshoz felhasználnám Csirik mesternek az elemzését is. A bajnoki cím sorsa tehát eldőlt a Csirik András Prokopisin partival, és Csirik András magabiztosan, veretlenül, jelentős értékszámnyeréssel kasszírozta a bajnoki címet és az azzal járó tekintélyes pénzjutalmat. A második helyre természetesen Prokopisin mester futott be, a harmadik, negyedik helyen holt verseny alakult ki, a buholc értékelés a Budapesten egyetemi tanulmányokat folytató Rubóczki Tibornak jutott, hiszen Tibornak volt kedvezőbb a buholc értékelése, jegyezzük meg, hogy ő egyébként nyíregyházi sakkozó, a nyíregyházi sakkiskolának a sakkozója, és volt versenyes társa volt, negyedik helyre szólult egy 15 éves fiatalember, a nyíregyházi Piremonnak a tehetsége, Tó Tibor, akiről már nem egyszer ejtettünk szót a mezőnyben. Meg kell még említeni, tehát ott volt a díjasok között az idős dr. Rizonkov is. A B csoportban szintén a fiatalság diadalmaskodott, a 30-as évei elején járó Lengyel László győzött, köszönhetően az utolsó fordulóban elért nagyszerű győzelmének. Nem állt végig a verseny élén, de Laci veretlenül csupán három döntetlen leadva lett a B csoportnak a győztese. Őről a tudni kell, hogy egy igen dinamikus, stílusú, fiatal sakkozó, aki, aki az A csoportban is igencsak megállná a helyét, de visszahúzta a szíve a B csoportba, értékszáma lehetővé tette, hogy a B csoportban induljon, és imáról harmadik alkalommal diadalmaskodott a B csoportban, ami fiatal életkorára tekintettel egy rendkívüli teljesítmény. Úgy tudom, hogy rajta kívül csupán a szintén ifjú Vitai Tamásnak sikerült háromszor győzni a nyírségi torna B csoportjában. A C csoport alacsonyabb nemzetközi értékszámú sakkozóknak volt megszervezve, ahol a mezőny ö, idősebb sakkozókból, illetve rendkívül fiatal sakkozókból állt, akik ö, nemzetközi értékszámmal rendelkeztek, avagy ö, nemzetközi értékszámot kívántak szerezni, mert tudásukkal már odáig értek. A C csoportban nagyon sokáig ö, a Nyírbátori Sárosi Attila vezetett, aki majdnem a legmagasabb értékszámúként kezdte a verseny, szinte végig a verseny élén állt, és volt, amikor szerencsével menekült meg a veresétől, de hát ugye a jó játékosnak van szerencséje. Az utolsó fordulóban utolérte őt a balkáni színekben sakkozó Szokolov Albert, egy fiatal 20 éves sakkozó. Szokolov az utolsó fordulóban döntetlen játszott, Sárosi Attilát azonban megfosztotta a veretlenségétől a nyiregyházi sakkiskola fiatal 13 éves titánja Dán Marcel, ezzel tudta Szokolov Albert utolérni Sárosi Attilát, és a buholc értékelés Szokolov Albertnek kedvezett. Természetesen feltűntek még más tehetségek is a C csoportban, meg kell említeni Bartalos Bencét, meg kell említeni a nagyhalászi Szabó Lucát, Bartalos Bence a Piremonnak a sakkozója, de meg kellett említeni még a Miskolcol érkező Iván Réka gyöngyvért is, az idős 77 éves Dávid SC színeiben sakkozó Alkér Imre bácsit is, aki a magas életkora ellenére kiváló játékkal bizonyította, hogy öreg sakkozó, nem vén sakkozó. A D csoportban, a gyermekek csoportjában két fiatalember kiemelkedett a mezőnyből. Ez a két fiatalember a Piremon tehetsége, Görömbei Bálint, és a Dávid Escének a fiatal tehetsége, Bodnár Lévi. Mindkét sakkozó már rutinos sakkozónak mondható, hiszen, hiszen nem egyszer játszottak már különböző versenyeken, eredményesen képviselték a klubjukat és az iskolájukat a Diákolimpia megyei és országos döntőjében. Bodnár Léviről ugye már beszámoltunk korábbi adásunkban, hogy milyen kiválóan sakkozott a Diákolimpia országos döntőjében is. Kettejük versenyfutásának voltunk a szemtanúi a versenyen ők kiemelkedtek a mezőnyből, és több ö, pontot vertek a, a harmadik, negyedik, ötödik helyezetre. A versenyfutást úgy gondoltuk sokáig, hogy a buholc értékelés fogja eldönteni, hiszen mindketten sorra nyerték a partikat, viszont egyik fiatalember sem volt veretlen a 13 forduló alatt, ö, kettejük közötti mérkőzés is eldölt Bálint Javára természetesen a versenyfutás vége az volt, hogy nem a buholc értékelés döntött, hiszen Lévi egy fél ponttal lemaradt, így Görönbei Bálint kiváló játékkal 11 nyert partival is mindössze két vereséggel futott be az első helyre a Piremonnak ezzel nagy dicsőséget szerezve. Bodnár Lévi pedig egy félpontos lemaradással azt bizonyította, hogy a Dávid sc is rendben vannak a dolgok már, ami az utánpótlás nevelést illeti. A harmadik helyre gyungvári óvodás, a nyolcadik éves Hurkovsky futott be, de ki kell emelni még a Máté színekben versenyző Pap Reginát is, aki nem sakkozik túlságosan régen, de szemed gyönyörködtető éret meg jó játékkal játszott a versenyen, és nagyszerű eredményt ért el. Oly sokat beszéltem már a nyírségi tornáról, hogy ideje volna a saktáblát is elővenni és bemutatni egy-egy partit. Milyen partit is mutathatnék be? Természetesen, mint az imént mondtam, a két legjobb mesternek a csatáját. Következzék tehát Csirik András és Prokopisin Vasilij, Fide mestereknek a partia. Tehát a világos színeket vezette a fiatal 20-as évei elején járó Csirikandrás fidemester, aki egy aktív dinamikus támadó játékos, a sötét figurákat pedig Prokopisin mester vezette, aki egy tapasztalt, rutinos, középkorú, igen masszív stílusú sakkozó. Ungvári Fidemester. András a fiatalok vehemenciájával E4-jel nyitott, amire Prokó, azaz Prokopisin mester c válaszolt, ezzel az úgynevezett szicíliai védelembe terelve a partit, tehát világos királyaló kezdésére sötét aszimetrikus folytatást választ, a C5 gyaloggal ellenőrizni kívánja a D4 centrummezőt, és a később kinyíló C vonalon szeretne ellenjátékhoz jutni. Az úgynevezett elmélet alapján Csirik mester Huszár F3-mal folytatta. Lehetséges még itt a B4, D4 és egyéb ilyen mellékváltozatok, de hát egy első hely sorsát eldöntő küzdelemben a mesterek egy komoly tartalmas megnyitást választanak, nem mellékváltozatokat. Erre pedig Prokopisin d 6 húzott. Itt lehetséges még e 6 rendszereket is játszani, meg egyéb mellékváltozatokat is, de hát Proko egy D6-tal válaszolt, amire következett az elmélet által ajánlott D4, amire sötét, szinte köteles, hogy leüsse a gyalogot, C5D4, Huszárüt D4 és Huszár f 6 az elmélet mezején járva, Csirikmester Huszár C3-mal folytatta a fejlődést, védeni is kellett ugye az n gyalogot, tehát Huszár C3, és itt Sötétnek választani kellett, hogy milyen rendszert fog felépíteni, akár G6-ot húz, tehát egy, akár egy sárkányváltozatba megy bele, ami azt hiszem Prokónak nem a stílusa, egy e 6 belemehetne egy Seveningeni rendszerbe, de Prokopisin mester kard ki kard játszott, A6-ot húzott, ezzel az úgynevezett Najdorf változatba terelte a játékot. Tehát gyalog A7-A6. A változat névadója egy 20. századi nagy sakkozó, a világ egyik legjobb sakkozója volt, egy nagyon érdekes figura volt, mondok róla néhány mondatot. Najdorf nagymester 1910-ben Varsóban született, és viszonylag későn, 20 évesen tűnt fel, mint sakkozó. Egyébként Tartakóver nagymesternek volt a tanítványa. Egy rendkívül dinamikusan felemelkedő sakkozó volt, akinek életét, ha nem is a sakkarrierjét, félbetörte a második világháború. Najdorf nagymester zsidó származású volt, és a második világháború kezdetén neki nem volt igazán megfelelő lakóhely Lengyelország. 1939-ben Dél-Amerikában, Buenos Airesben rendezték meg a sakkolimpiát, ami félbe is szakadt, hiszen kitört a második világháború. Az olimpián Najdorf a lengyel válogatott éltáblása volt, és a világháború kitörésével és Lengyelország lerohanásával Tulajdonképpen el is veszett a lehetőség, hogy hazatérjen hazájába, így aztán ott ragadt Dél-Amerikában. Sajnos a nácik tettei miatt feleségét, gyermekét, tehát az egész családját elvesztette, így aztán új életet kezdett uh, Dél-Amerikában, ahol uh, civil karrierjét is uh, kiépítette biztosítási pénzügyi tanácsadó területen, de igazából nagyot alkotott a sakkban is, hiszen a korának az egyik legnagyobb sakkozója volt, világbajnok jelölt is volt, és uh, kidolgozta az áhatta a kezdődő Najdorf rendszert, aminek ő lett a névadója, ami napjaink egyik legdivatosabb Támadó agresszív, nevezhetjük, úgyis agresszív, megnyitási változata. Hogy mennyiben aktív dinamikus játék ez? elmondhassam. Egy esetben Kasparov ö, világbajnok elmondta a partiról, hogy kisi jámosan érkezett a verseny utolsó fordulójában a partira, ezért elég békülékeny hangulatban volt, történetesen Polgár Judittal ö, játszott, és amikor Judita az ötödik lépésben meghúzta az A6-ot, Kasparov fejében azonnal vészreakció indult el, ha Polgár Judit, ez az aktív, dinamikus sakkozó, Najdorfot játszik, akkor itt aztán kard-kikard küzdelem lesz, és, ret és Kasparov tulajdonképpen felébredt a, 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 bágyadságából, és belement egy óriási küzdelembe Judit ellen. Végül sajnos meg is nyerte Judit ellen, de hát nem is ez a lényeg. Szóval a Najdorf változatban járunk, ahol világosnak választ kellett, választania kellett, hogy melyik változatot játsza. András futó g 5 húzott, pedig azért, mert ezzel a lépéssel elkerüli azt, hogy sötét e 5 20 húzhasson, majd utána királyszányi kezdeményezésre törjön. Lehetséges a Futó E3 is, bár előfordult már Futó E2 is, ez nyugodtabb rendszerekhez vezet. András azonban a világos figurákat vezérelve úgy gondolta, hogy itt a kedvező alkalom, hogy eldöntse tulajdonképpen a. a Negyedik fordulóban a, a bajnoki címnek a sorsát, hiszen tudta, hogy ha Prokopisint megadása tudja készíteni, akkor más már nem valószínű, hogy veszélyeztetni tudja a bajnoki címét, hiszen a legnagyobb konkurenség győzi le. Tehát futó G5, amire Prokopisin ehatott egy nyugodtabb folytatást választott. Az előtt ebben az esetben már nem lett volna jó, hiszen arra futó illetve Huszár f következhetett volna, és világosnak egy, a D5 pont gyengesége miatt egy kedvező állása alakulhatott volna ki. Tehát, hogyha E6 helyett ö, sötét e 5 húzott volna, az már egy erős kezdeményezést adott volna Andrásnak, ezért húzhatta Prokopisin a tartalmasabb, pozíciósabb küzdelemre vezető E6-ot. Csirikmester F4-et húzott, tehát azonnal nekirontotta a centrumban Prokopisinnek, amire ö, ö, Sötét, azaz ö, Proko, Huszár B, d 7 -et válaszolt, és egyúttal elsütött egy döntetlen ajánlatot, érezve, hogy világos, harcias kedvében van, és ezzel a nevezük úgy ellenőrző jellegű döntetlen ajánlattal kívánhatta szondázni, hogy Csirikmester békülékenye, vagy sem. Hozzá kell, hogy tegyem, az ilyen döntetlen ajánlat nagyon ö, gyilkos tud lenni, hiszen egy elutasított döntetlen ajánlat kiválthatja a döntetlen ajánlatot, elutasítóból az úgynevezett eszkalációs viselkedést. Tehát aki elutasítja a döntetlen ajánlatot, utána pszichésen kötelezve éri magát, ö, hogy ö, nyerésre játszon, és akár el is galoppírozhatja magát, eltámadhatja magát. Tehát ö, van egy kis. Ö, epe a korai döntetlen ajánlatban. Csirik mester vezér F3-mal azonnal nekilátott a királyszárnyi kezdeményezésnek, ö, hiszen a szicíliai védelem általában arról szól, hogy világos a királyszárnyon kezdeményez, még sötét a C, a félig kinyílt C vonalon, ott kíván ellenjátékot vezetni. Ezzel a Vezér F3 lépéssel szinte minden tisztázás nyer, sötét nagy királyszárnyi rohamra készülhet. Vezér c húzott, Prokopisin hozzá téve, hogy B5-öt nem húzhatott, hiszen arra előttel azonnal feladhatta volna a partit. Vezér C7 után következett hosszú sánc, és uh, itt számba vehetjük, hogy uh, világos már három könnyű tisztel és a vezérrel is kifejlődött, míg sötétnek a fejlődése kissé nehézkesebb. Futó ehetet húzott Prokopisin, amire... Uh, Amire G4-jel következett a királyszárnyi gyalogroham. Ha egy kissé visszamegyünk, és azt mondjuk, hogy futó E7 helyett B5-öt húzunk, gyalog B5-öt, arra ö, egy tisztet áldozhatott volna világos, ha jól emlékszem, a lett Vitolincs nagymesternek a. a támadó változata, ez valamikor a 70-es évek elején dolgozta ki, hát az egy másik küzdelem lett volna, egy másik parti, a Vitorincs változatban sem mondták még ki az elméletben a végső szót. Minden esetre a partiban, a partihoz visszatérve, G4 után Prokopisin én azt hiszem, hogy egy tempóvesztő lépést tett, H6-tal kívánta tisztázni a G5 futónak a helyzetét. Csirik mester elmondta, hogy ő ezt feleslegesnek tartotta ezt a lépést, hiszen a G5 futóval cserélni szándékozott F6-on le akarta ö, ütni az F6-20-át, itt már B5-öt kellett volna húzni, hogy a C8 futót B7-re fejleszük, és oldalból ö, támadjuk a centrumot. Minden esetre a H6 tempóvesztő lépés után következett természetesen futóüt F6, majd futóüt F6. Világos pedig folytatta a gyalogrohamot H4. Sötétnek fel kell készülni tehát egy nagy királyszányi rohamra, és úgy gondolta Prokopisin mester, hogy G6-tal tisztázza a helyzetet, G6-ot húzott, Amire G5 következett. Természetesen a gyalogcsere kötelező, 5 G5, HÜT G5, és a kinyíló H vonalon a bástyát is le kell cserélni, bástya üt H1, vezérüt H1. Futó, a futót vissza kellett vonni, G7-re vonta vissza a prokopisin, amire csirikmester behatolt a H vonalon, vezér H7. Az állás jellemzője, hogy sötét elmaradt a fejlődésben, a tér mellett még nem ö, tisztázta a király helyzetét sem. Király f 8 al folytatta Prokopisin, ami lehetőséget adott Andrásnak arra, hogy lerohanja a sötét királyt. Gyalogádozata F5-öt húzott András, amire le kellett adni a sötét mezeű futót, futóüt D4 következett, bástyaüt D4 és sötét felmérte, hogy milyen nehéz állása van, d 5 húzott. Ez a lépés legfeljebb annyi esélyt adott arra, hogy ha világos elnézi sötét lehetőségét, akkor sötét vezér C7 F4-et húz, majd le tudja ütni a g gyalogot, és valahogy össze tudja fércelni az állását, király kisúrana a behatoló világos vezér elől. András beadta a vezér H8 sakkot, amire király e hét következett és csirikmester beütött a gyaloggal d5-re. Itt most köve, különféle fenyegetések vannak. fenyeget d5 d6 saksek, fenyegetett f5 f6 gyalogmat és ezt tulajdonképpen nem tudta sehogy sem prokopisin mester kivédeni, ezért a 20. lépést már nem kívánta megtenni, elege volt a partiból, és nem mondta ki oroszul, hogy zdajusz, tehát feladom, hanem egyszerűen kezet nyújtott. Tulajdonképpen egy 20 lépéses parti, mondhatni úgy is, hogy megnyitási ö, győzelem, azaz ö, lemosásnak is minősíthető. Ezzel a partival eldőlt, hogy nem a tudás és a tapasztalat, hanem a fiatalság diadalmaskodott a nyírségi torna ö, mesteri csoportjában. Tisztelt nézőink, ennyi fért a mai adásunkba. Remélem tetszett önöknek a Mesterek partija. Köszönöm meg tisztelő figyelmüket, viszontlátásra!